Hát szerintem így jó. Na. Hát akkor, sziasztok! Jó, most egy garázsból előbújó új rotációs kapát fogunk bemutatni. Szóval ez a tartalukztól kaptuk ezt a terméket. Egy fixmotoros 4 lóerős rotációs kapasz. Egy rotalukztól, abimotor a gyártó az magyar, de rotalukzt a terméknek a neve. Most itt tavasszal igen aktuális. Két csavart kivettük, csak itt a bordon az lesz. Csak azon fordíts, Peti, az nem olyan lesz. Milyen igaz? Ott fej alatt. És akkor erre fordítsak? Vagy kapálnak erre? Szerintem így lesz az ügy. Lyukat találod, vagy feljön fel? Be kell állítani a... Kicsit feljebb. Sikerül. Köszönöm a minden rajta. Melyik szintetikus? Akkor a hajtóműbe. Úgy fejjön a felekhez fordítani, hogy valami ilyesmi. Nem tudom, hogy mennyi vaj kell, meg havar. Meg van-e benne. De az ilyen érdekes, nézd csak. Nem szereztek a pasztát. Ott van. Arra kellene a hajtóműbe? Hát az milyen kutya van. Aztán készüljük, történik a munkavégzés. Utána. Itt vannak, rá lehet tenni ilyen lassító áttételt, majd ilyet fogunk szerezni. Ezt jól megérteni. Ez ilyen lassító. És akkor lehet rá tenni kereket, és akkor két fokszor akkor erősebb a gép az ajtó. Azt akarom megkeresni, hogy ebben a hajtásba kell leolajzni. Első használatba vétel, ez itt a legfontosabb. Vegyek ilyen a dobozból tarókkal tűnnek le, rögzítsük a tarókört. Indítás előtt olvassan a motorhoz tartozó ugyanáltatási karbantartási utasítást. Ellenőrizze a motorban olajszintet, figyelem az új motorok gyárnak nincsenek olajjal feltölt, első indítás előtt mindig töltsük el a motor olajjal 10V30-assal. És akkor... Én szerintem hajtóműolaj, ez van benne. Csak van benne, ez mafrás. Indítás előtt szemlővételni kell, forogja minden, de jól vagy összeszerelve. És akkor... Hát nem is, itt ír. A kapar hajtómű házában 1,5 deciliter olajnak kell lennie, ez gyárnak feltöltésre kerül. A hajtóműnél az olajbetöltő csavar kicsavások a viszintes helyzetben a betöltő nyílás alsó szintjéig kell az olajnak lennie. A hajtóműolaj típusa S ez a saj 80-90-es. És 50 üzemóránként cserélni kell. Azt szoktam mondani, hogy első pár munka után érdemes lecserélni az olajakat a motorba, és meg ott is, hogy a képződött sorjákat kiszedjük a gépből.
Tehát a hajtásban, ahogy mondtad, van olyan. Van. Elég csak odafent a tőből. Ez a nagyon jó hajtómű van. Ez a fűrűk, az egy ilyen, ha öntöd, olyan egy négy. A fűrűk, ez meg egy égabb. És akkor feltűnök tegyünk bele Brixolaja. Ez nálam itthon nem az van, hanem rekord. Egy csirkező. Aha, itt ez a... Felvileg egy olyan, hát ez a 6 deci, meg sok lesz vagy nem, de átültjük a felét, azt meglássuk. Több mint a felem. Nézzük, olajszintet. Ó, hogy meg tudjuk. Kicsit lehet várni, hogy megcsorog. Na, és akkor csak elvileg, ha jól állakod, akkor lehet az aljára, meg kiveszed, az kész. És akkor most ugye hazudik, van minden róla is. Hát most mondjuk a két csík között kell lenni, vagy két csík között körülbelül. És majd rá lehet tölteni egy finomat. Most vagyunk középen, de a ajándékban kevesebb. Hát még ott eloszlani. Hát, 6 deci, mondjuk, hogy bele kell rakni majdnem. Nem is 5 is ebből. Ha beindítjuk, és akkor utána munka kell, akkor töltjük. És akkor rakjunk bele tiszta mennyit. Elvileg, ha egy startindítás, az teljesen hátul van, és eljön van a stop. Az igaz. Az látható, hogy rajtam az önmünk, nem fog leroppanni róla. Van egy valami szivató is. Szivató? Így van, szivató. Hát ez így van. Hát szók ugrásnak. Ez volt a rotációs kap összeszerelés, tehát rátettük a kart,
motorba töltöttünk olajat, hajtóműve van olaj, legalábbis ennek a típusnak van, meg a motorba az a 5,5-6 deci olajba le kell rakni. Most ezt nem próbálnánk el, visszük a gazdához és nem akarom össze sározni, majd legközelebb a ha hozunk, akkor meg kipróbáljuk, lesz egy olyan videós. Van hátra egy csoroszja, ha megfajtod a kereket, akkor úgy látom, itt a kerékkel együtt van a csoroszja, tehát nem fogod elhagyni. Ez jó volt le. És még van nekünk két tárcsa is. Még van két tárcsa, ez ilyen növényvédő. Feltegyük azt is. Hát, ja. Nem akar rácsúszni. Forgás irány, tehát erre forog a kapa, akkor ennek úgy kell, hogy amikor forog a földet így kapja. Tehát ha ugye így kapja, akkor kitolja. Ez a gömbő részével legyen. Hallod akkor hátra fele, hallod akkor előre. Olyasikat is feljöttek. Meg a garanciálatot majd tartalom fogjuk ezt kiszállítani konkrétan. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok! Sziasztok!